Isten hozott benneteket a mérték áhítatára. Most a dolgozó szobámból veszem föl az áhítatot, hisz a kápolnában munka folyik, fel van dúlva, a parketta felújítása van folyamatban. De lélekben most is együtt vagyunk, énekeljétek velem azt az éneket, amelynek az a kezdő sora, hogy Jézus szívedbe lát, Jézus szívedbe lát, az új ének 161-es éneke. Jézus szívedbe lát, mi az, mit ott talál, mi az, mit benne, benne ott talál. Jézus szemedbe lép, mi az, mi benned él, mi az, mi benned. Benned, benned én. Jézus az útra néz, nézi, hogy merem én, nézi, hogy merem, merem, merem én. Jézus fogja kezem, segít és megy vele, segít és egy segít és megy vele, segít és együtt, együtt, együtt megy vele, ma-ma-ma-ma. Legyen ez a mai esti mérték áhítatunk is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Jézus, te a szívünkbe látsz. Jól látod, hogy mi lakik ott. Jézus, te a szemünkben nézel, látod, hogy miután vágyakozunk. Jézus, te az utunkat nézed, és soha nem hagysz egyedül. Jézus, te fogod kezünket, és nem engeded, hogy elbotoljunk. Légy velünk minden napon. Amen. A Bibliaolvasó útmutató mai pénteki igéjét olvasom Lukács evangéliumának 18. fejezetének 7. verséből van ez az ige. Jézus így fejezte be az egyik példázatot, vajon Isten nem szolgálta-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Jézus sokszor tanított példázatokban. Olykor könnyen érthető egy-egy példázat, máskor pedig bizony fejtörést okoz annak megfejtése. Mit akar Jézus ezzel a képpel számunkra üzenni? Mi a mondani valója? Mi az, amit mi tanulhatunk egy-egy példázatból? Én azt hiszem, hogy az egyik nehezen érthető példázata Jézusnak az a történet, amely a hamis bíróról szól. Ez a bíró nem szerette az embereket, nem félte az Istent. Hamis volt abban az értelemben, hogy csak magára gondolt, és a tisztségének sem akart eleget tenni, és ehhez a hamis bíróhoz egyszer csak bekopogtatott egy özvegyasszony, hogy a peres ügyében tegyen igazságot. Nem tett, mert ő nem szerette az embereket. Elutasította a kérést, visszautasította a felkérést. Aztán újra és újra ment az asszony hozzá, szolgáltass nekem igazságot. Mert akinek nincs igaza, azt lenézik. Képzeljétek el mondjuk azt a kis települést, azt a kis falut, ahol a bíró nem ad igazat valakinek. Akkor mindenki újjal mutogat rá. Ő biztos csaló, ő biztos hazug, ő biztos valami gazember, mert még a bíró sem szolgáltatott neki igazságot. De az asszony csak ment, kitartóan, mert tudta, hogy egyedül ez oldja meg az ő ügyét. Így nyerheti vissza az igazságát. Lehet, hogy újjal mutogattak rá az emberek, nézd, ez az özvegyasszony, milyen gazember, milyen csaló,
vagy talán milyen parázna, ki tudja, mit mondtak rá az emberek, s ő szinte verte, dörömbölt a bíró ajtaján, szolgáltas nekem igazságot, hogy nem utogassanak rám bűnösként, hanem újra átélhessem azt, hogy igaz vagyok. És végül, na nem azért, mert megszánta, hanem egyszerűen saját magát megsajnálta a bíró, végül igazságot szolgáltatott az özvegy asszonynak, mondván, ha nem szolgáltatok neki igazságot, akkor mindig ide fog járni a nyakamra, de hogy megszabaduljak tőle végre, akkor igazságot teszek, igazságot szolgáltatok neki. És ezt a példázatot, ezt az izgalmas példázatot fejezi be Jézus ezzel a mondattal, a mai igénkkel. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Első értelemben ez a példázat arról szól, hogy kitartóan és hűségesen imádkozzunk. Könyörögjünk az Istenhez. Ő meg fogja tenni, mert ha még a hamis bíró is megtette az őt nyaggató özvegyasszonynak, hogy igazságot szolgáltatott neki, akkor mennyivel inkább fog nekünk a kérésünkre odafigyelni az az Isten, aki szeret bennünket, aki nem akar elutasítani bennünket. De van ennek a példázatnak egy nagyon izgalmas és mélyebb értelme. Méghozzá az, hogy az asszony úgy megy a bíróhoz, hogy tudja, hogy róla azt mondják, hogy nem igaz. Magyarul, hogy bűnös. És egyedül a bíró tud igazságot szolgáltatni. Vajon nem mutogatnak ránk sokszor úgy az emberek, hogy te kicsiny vagy, te elesett vagy, te lúzer vagy, te bűnös vagy. Vajon nem tartanak-e bennünket, vagy akár mondhatnánk így is, nem tartjuk-e sokszor saját magunkat kicsinnek, lúzernek, bűnösnek, senkinek, és várnánk arra, hogy valaki mondja már ki végre az igazságot, hogy te nem vagy kicsi, te nem vagy elesett, te minden ellenére szeretett és igaz vagy. A reformáció egyik kulcs kérdése, kulcs tanítása volt a megigazulásról szóló tanítás, amelyben azt fejtegették, hogy nem azért leszünk mi igazak, mert olyan nagyszerű jó dolgokat tudunk cselekedni, hanem azért leszünk igazak, mert Isten igaznak fogad el bennünket Jézus Krisztus által. Hát mi valójában így könyöröghetünk folyamatosan, nem a hamis bíróhoz, hanem az igaz bíróhoz, ahhoz az Istenhez, aki nem elítél, hanem megigazít, ahhoz az Istenhez, aki nekünk igazságot szolgáltat, aki nem akar a porba döngölni, vagy a sárba döngölni bennünket, hogy fúj, te utolsó bűnös, már megint mit csináltál, hanem föl akar ölelni, karolni, emelni, szeretetével. Te igaz vagy, hogy ne bántsanak, hogy ne bántsd a lelkedet, ne vádold saját magadat, hogy ne bántsanak emberek. De amikor Isten igazságot szolgáltat nekünk, akkor valójában arra indít, hogy teljesen és egészen bízzuk rá magunkat. Magunk erejéből és a magunk képességei alapján nem tudjuk az igazságot, az igaz voltot produkálni. De Isten igaznak fogad el, megigazít. Így is mondhatjuk a példázat szavával, igazságot szolgáltat nekünk, hogy végül belül megszülessen a belső békesség.
Az a békesség, amely abból fakad, hogy olyan Istenünk van, aki nem elítélni akar, hanem fölemelni, nem bűnösnek akar megpecsételni, hanem tisztára akar mosni. Nem olyan Istenünk van, aki a sárba döngöl, hanem olyan Istenünk van, aki kiemel a fertőből, a sárból, a mocsárból, és új utakra indít el, igaz, megigazított, megtisztított szívvel. Így induljunk ma is tovább, így induljunk Isten szeretetéből minden nap tovább, a szeretet útján. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Urunk, hallgass meg minket! Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Énekeljük el az Őriz meg minket kezdetű éneket. Őrizd meg minket, óvd meg népedet, légy velünk az úton, Úristen. Forrás, víz, kenyér, az éhség nem ír, légy mindékünk áldás és élet. Forrás, víz, kenyér, az éhség nem ír, légy mindékünk áldás és élet. Őrizd meg minket, óvd meg népedet, légy velünk minden szenvedésben. Légy velünk a gonosz a harcban, akarat erő, légy békés szerző, jöjjön szabadításod hozva. Akarat erő, légy békés szerző, jöjjön szabadításod hozva. Hát jöjjön el a Szentlélek, Úristen, és szabadítson meg bennünket a félelemtől, és most induljunk el csoportokba, be lehet kapcsolni a Zoomot, mert mindjárt 6 órakor kezdődik a kisifi, és 7:30-kor pedig a nagyifire hangolódunk rá, szeretettel várjuk a résztvevőket.